Na. Sziasztok! Most egy olyan szisztéma probléma állt fenn, hogy eljöttem ide Vácra a Bárdihoz. Ugyanis akartam már... Várjál, tolatok! Na szóval akartam már ilyen ablaktörlőket venni. Mert mindig azzal szembesülök, hogy lemosom a kocsit, remélem mindkét felvétel megy. Tehát lemosom a kocsit, és a hiába törlök, szutyakol, össze-vissza. Na most ide eljöttem a Bárdiba, mert idáig itt volt ugyanis, és mint most azzal szembesültem, hogy most már nincs itt. Na, és jön valami, vagy nem? Nem ilyen jó. Elköltöztek. Na most ez a Vác másik felén van, mint ahol én lakok. Így eléggé bosszantó, hogy ez van. Tehát jó, 10 perc autóval, de most mehetek vissza. És az a még bosszantóbb dolog, hogy ez ott van, ahol én lakom. Tehát onnan 5 perc gyalog. Csak közben jön hátulról egy... Azt végignéznek itt engem. Elmozdul itt a kamera, meg minden. Na, és akkor ez így eléggé szar. Most megyünk vissza haza. És megvesszük azt a két ablaktörlőt. Nincs már nyitva, azonban azt mondták telefonban, hogy nem kell bemenni, hanem van egy ablak, ahol kiadják, de előre megtudakoltam, és meg... érdeklődtem, hogy mi a helyzet, és akkor azt mondták, hogy igen, van, megy a felvétel, jó. Ebben a két percben még semmiről nem beszéltem. Régen volt videó, lenyitom az ablakot, nem nagyon tudtam, most ugye múltkor volt ez a tojásrántottás, így nem jó, mert bejön minden hang, akkor inkább megfőrünk, mit szóltok. És most itt a lehetőség egy kis videózásra. És nem elég, hogy a Vác másik felén van, tehát ahol én lakom, hanem fél hatig van nyitva. Szóval most úgymond iparkodnom kell. Bocs. Nem engedtem ki a buszt, ezt picikét elméleztem. Szóval iparkodnom kell, mert fél hatig van nyitva. Most van 3:45. De remélem, hogy lesz ott minden. Ott egy MOL kútnál van valami fitness stúdió, és elméletileg amellé nyitottak ki. Hát majd kíváncsian várom, hogy mi lesz. Úgyis ezt a útvonalat szerintem még videóban még nem vettem fel. Ma kivételesen szabadságon vagyok, ugyanis a cég elrendelte, hogy ki kell venni az éves szabi keretünknek a felét. Így elosztogattam ilyen hétfői bontásokra, tehát május végig ki kell venni a összes szabinkat. Hát itt állok meg, mert itt nem akarom, hogy lássa, hogy beszélek. Tehát igen, május végig ki kell venni itt a szabinkat. Hát nekem 10 nap van, tehát ilyen hétfői időpontokra vettem ki. Aztán pihenek, de amúgy meg home office-ba vagyunk, szóval sokat nem érez az egész. Mindegy, most legalább van így idő így elmenni a Bárdiba, meg vásárolni, meg ilyesmi. Mondjuk a vásárlás az nekem, na, itt egy Leon, át is nézett a srác, biztosan izé, hogy klubtag vagyok-e, ugye? Szokott így lenni így autóknak ilyen klubtagság, meg ilyesmi. Ebből az autóból nincs olyan sok, szerintem. Micsoda elindulás, tesó. A turbó. Itt meg fékezhetek, mert... Mit fékezek? Átjövünk ide, az kész. Most meg átjövünk ide, az kész. Ennyi. Dinamikusan haladunk. Ezt itt utálom, ezt a külső sávot, mert itt mindenki leszokott ide fordulni az italdiszkomba. Az meg egy eléggé undorító dolog, mikor feltartja a forgalmat. Jó, mondjuk, hogy látható, most nincs nagy forgalom, kicsi forgalom van,
az emberek otthon vannak, ahogy az a szabályzat előírja, és csak oda mennek, ahova nagyon szükséges. Amúgy az autóval mostanában annyi volt, hogy voltunk Letenyén idén először, és hazafele megint volt egy, úgy megint, hogy mindig akkor van valami. Ez a kocsival még nem volt semmi, de akkor volt egy olyan, hogy hangos lett, olyan, mint egy traktor, meg mint egy dízel, mintha valaki kipőfékelt volna, és kb. Egész végig hazafele úton, mire hazaértünk, már nagyon hangosan volt. Elvittem a szerelőhöz, azt mondta, hogy folyt a hűtővíz, de volt elég hűtővíz, mert én azt megnéztem, és a vízpumpából folyt ki a hűtővíz. De amúgy, hogy ezt a hangot miatta azóta nem jött elő, mondjuk annyit nem is tettem meg ugye vele, ugye az 600 km, de ez így nagyon érdekes volt, és rémisztő is, mert mindig van valami, idivel is, akárhányszor elmentünk Letenyére, hazafele mindig volt valami. Remélem jó most a képminőség, meg minden, most ez 48 fps-sel fog renderelődni a GoPro felvétele. Van még 3/4 órám, amúgy mindjárt odaérünk, és akkor véges lesz a videónak. Olyan jó idő van, gondolkodtam rajta, hogy veszek egy biciklit. Nem vettem, ugye, mert akkor lenne biciklis videó, de napi szinten nézegetem, akarok venni egy ilyen cross biciklit, ami jó városra is, meg picit ilyen földútra is, ha esetleg olyanra kerül sor, és akkor remélem, hogy minden jó lesz. A hangminőségét elnézést, mert nem volt idő, tehát meg nem is működik jól valahogy ez az egész mikrofonos téma, hogyha lelokkolom a telefont. Ja, azt itt van, ide jöttek tényleg. Azt mondja, itt van. Nyitva tartás. Ha lelokkolom a telefont, akkor eléggé fura hangja van. Ügyfélparkoló. Hát tudod mit? Én ide beállok. És akkor itt leszek. Így. Ne. Megérkeztünk. Na, azt mondja, hogy megkeresem, hogy itt hol kell átvenni az árut. Azt még lehet, hogy jelentkezek. Na, sziasztok! Na, ahogy látható, megvan a portéka. Itt meg én vagyok. Ezt a kis hülyeséget hazamegyek és levágom, mert ez valami iszonyat ronda. Meg már amúgy is nagy a hajam, nézd meg! Inkább a szakállam nőne, ilyen jó drótosan, így. Na, hát remélem, hogy minden jó lesz ezzel, majd megnézem, hogy tudom feltenni. 8000 forint lett volna, de lejött 10%, mert ilyen bárdis pont levonás van ilyenkor, és akkor így csak 7200, ugye? Na, gyerekek, kb. 20-25 perc szenvedés után végre fel tudtam tenni, mert ezek ilyen univerzálisak, ez rengeteg fajta autóhoz jó, és én ezen, nekem konkrétan innen ez a B2-es, ami fontos, de én vagy 20-25 percet itt tudja, hogy eltököltem, mire az egyikre rájöttem, hogy kell összeszerelni. Na, de utána a másik már egyből ment, de hát nézzük meg akkor mozgás közben. Na, szóval azért ez már nem hagy nyomot szerencsére, hogy látható. Az előző az egy nagyon nagy dzsuvadék volt. Na, mindegy, szépen fejleszgetjük az autót. Legközelebb ilyen kiadásom az szerintem a nyári gumi garnitúra lesz, vagy 4 évszakos, még nem tudom. De az a lényeg, hogy ez így most végre sikerült, és ami még egy jó hír, amire én nem is számítottam, hogy ugye ilyen közel van a bár, tehát innen sétálva is 10 perc. Ennek most nagyon örülök. És rendesek voltak, tehát hogy még kuponnal is még lejött az ár, ez így most nagyon jó. Na, közben jönnek, szóval leteszem. Na, sziasztok!